Az elmúlt években rendre dobogón vagy dobogó környékén végzett a nyírgyulai csapat, így ennek a szezonnak is az első három hely valamelyikét megcélozva vágott neki a Lukács Tibor által irányított együttes. Nyáron ketté vált a nagypályás és a futszál szakák így hét új játékosal a keretben kezdte a bajnokságot a csapat. A nyírgyulaj hagy győzelemmel indított, majd egy hullámvölgyet követően megint jöttek a sikerek, így az utolsó előtti fordulóban ismét az ére álltak a és ott maradtak az őszi szezon záró meccsét követően is játékos igazolás ellenére én úgy gondoltam, hogy nehezen fogunk összeállni. Ennek ellenére a nyári, a nyári edzőmérkőseken már azért voltak problémák, mert azért még nem volt összecsiszolódva a csapat, de utána viszont az első hat mérkőzést a bajnokságban sikerült megnyernünk tehát hibátlan teljesítmény nyújtottunk. Utána viszont a következő ötösbe voltak azért hullámvölgyek, hiszen két rangadót a Ibrány ellen, illetve a Nagyhalász ellen elbuktunk, illetve elbuktunk Fehér gyarmot, ami nagyon-nagyon fájó volt, mert ott retetesen rossz felfogásban rosszul játszottunk, tehát az volt a legrosszabb mérkőzésünk az ősz folyamán, és utána hál' Istennek a utolsó hat, hat mérkősen mérkőzésen újra összeszedtük magunkat és szereztünk 13 pontot, így az élen zártuk az őszt az edző szerint leginkább a hibátlan hazai mérlegnek köszönhető a csapat jó őszi szereplése én mindig azt szeretem, amikor kapott gól nélkül le tudunk hozni egy mérkőzést. Ebből hál' Istennek azért adódott sok a ebbe a bajnoki szezonban. Gondolok itt egy új tón, ahol egy új önc a harmadik mérkőzésen kapott gól nélkül nagyon magabiztos győzelmet arattunk, illetve hazai pályán a Mándok, illetve a nagy ellen pedig egy 0 let le tudtunk hozni a mérkőzést. Tehát ez nem volt jellemző ránk az elmúlt időszakban, hogy hazai pályán ilyen eredményesek vagyunk. Tehát tavaly is azért csúsztunk le a dobogóról, mert hazai pályán Pályán, tehát idegenben sokkal több pontot szereztünk, mint hazai pályán. Most hál' megfordult a kocka, és a hazai pályán teljesen hivátlanunk vagyunk, hét mérkőzésből hetet sikerült nyernünk. A Nyírgyulaj a tervek szerint változatlan kerettel vág neki január 6-án a felkészülésnek. A csapat a megyei igazgatóság által szervezett műfüves torna mellett két teremtornán igyekszik felkészülni a tavaszra. A cél továbbra is valamelyik dobogós hely megszerzése.